280 esztendővel ezelőtt, 1241 tavaszán több irányból zúdultak a Magyar Királyság területére a mongol hadak, és ezzel megkezdődött az egy éven át tartó pusztítás, amely tatárjárás néven vonult be hazánk történelmébe. Élő ember Európában akkoriban nem tudta fölmérni azt, hogy mit jelent a nagy mongol birodalom hadseregének a támadása. Külföldi segítség hiány a magyar királyi haderő megkezdte a felkészülést, hogy egymaga szálljon szembe a kor legnagyobb katonai szuperhatalmával. Igen, vereséget szenvedtünk, de nem úgy, hogy elszaladtunk volna innen a csatamezőről. Hanem ez egy magyar katona, azért teljesítette a kötelességet itt is. A magyarok olyan ellenállást tudott mutatni, amire nem számítottak mongolok. A királyi haderő vereségét követően a megerősített települések lakossága kétségbe esett élethalál harcot vívott a támadókkal. Tudjuk, hogy a tatár erők, ahol ellenállást tapasztaltak, ott borzasztó erővel leverték ezt. Ezért a támadók totális terrort szabadítottak a megtámadott területekre. Öldöklés, éhínség és járványok sújtották az ország lakosságát. A 34 nő és gyermeknek a maradványai is valószínűsítették azt, hogy itt nagyon komoly atrocitások történtek a környéken. A tatárvihar elvonultával új korszak köszöntött be, amelynek végén a Magyar Királyság ismét európai nagyhatalommá vált. Amikor 1235-ben a Karakorumban tartott kurultáj a nagy nyugati hadjárat megindításáról döntött, a mongolok már feltartóztathatatlanul haladtak afelé, hogy létrehozzák a világtörténelem legnagyobb kiterjedésű egybefüggő birodalmát. A következő 5 évben a mongol haderő csapásai alatt elpusztult a volgai Bolgárország, és vele együtt Magna Hungária. A támadók ezt követően a kijevi nagyfejedelemség utódállamai ellen fordultak. 1240-ben a tatárok lerombolták Kijevet, majd tovább nyomulva elérték a magyar és a lengyel királyság határait. A magyar királyságot nem érte felkészületlenül a mongolok közeledésének híre, hiszen évek óta tudni lehetett, hogy messze keleten valami mozgolódik. Julianus barát úti beszámolói, a kán fenyegető levelei, majd a tatárok ellen hazánkba menekülő nomád kunok, illetve orosz és lengyel hercegek elbeszélései világossá tették. A fiatal magyar államnak hamarosan komoly veszéllyel kell szembenéznie. A következő időszak eseményei jól mutatják, hogy a támadók is pontos földrajzi ismeretekkel rendelkeztek Közép-Európáról. És ha megnézzük a mongol haditervet, hogy 1241-ben az egész mongol hadsereg az egy óriási stratégiai bekerítő hadműveletet hajtott végre a Kárpát-medence, azaz a magyar királyság ellen, akkor lehet látni, hogy számukra teljesen nyilvánvaló volt, hogy ebben a térségben a fő erőt, azt a magyar királyság jelenti, tehát ennek a megtörésére kell koncentrálni a saját erőforrásaikat is. A kínai nyelvű mongol források igazából kifejtik azt, hogy a tatárok 5 hadoszloppal törtek be Magyarország területére. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, ez nem azt jelenti egyébként, hogy 5 különböző úton jöttek be. A fősereg, illetőleg az előőrs valószínűleg egy úton haladt. Tehát Szübetej jelentette az, vagy vezette az előörsöt, ez nagyon világosan le van írva a kínai nyelvű mongol forrásokban, és minden bizonnyal mögötte haladt igazából a Batu által vezetett fősereg. A több irányból végrehajtott egyidejű támadás a mongol haditaktika részét képezte. Az egymástól függetlenül operáló tatársereg-testek feladata az volt, hogy saját hadműveleti területükön felszámolják azokat az erőket, amelyek segítséget nyújthattak a királyi hadnak. Mindenki azt hiszik, hogy ez egyszerű barbár nomádoknak a betörései. Nem voltak ilyenek. Nagyon is értelmesen, gondozottan, kitervelt tervek alapján nagyon nagy kémkedési hálózattal rendelkező emberek voltak a mongolok. IV. Béla magyar király komoly előkészületeket tett a támadók feltartóztatására. 1240 telén személyesen járta végig az ország határait, és intézkedett a hágók lezárásáról, ugyanakkor az előkelőknek meghagyta,
tartsák készenlétben csapataikat, hogyha szükséges, azonnal el tudjanak indulni a kijelölt gyülekezőhelyek valamelyikére. Eközben az orosz kapu védelmével megbízott Tomaj Dénes nádor a kemény téli időjárás közepette több ezer fa kivágásával áthatolhatatlan akadályokat emeltetett. Az első segélykérő üzenetek 1241. március 10-én futottak be, amelyben a nádor értesítette a királyt, hogy a mongolok előtt járó műszaki alakulatok gyors ütemben megkezdték a határvédő torlaszok lerombolását. Három nappal később pedig maga a kimerült és kétségbe esett Tomaj Dénes nádor érkezett meg Lóháton egyedül. A határvédő csapatok lemészárlása óriási megdöbbenést keltett. Negyedik Béla késve ugyan, de utasította az előkelőket seregük hadba hívására, ugyanakkor Frigyes osztrák hercegtől is segítséget kért. Miközben a mongol főerők lassú tempóban közeledtek, a nádor nyomában érkező szélsebes tatárlovasság március 17-én elpusztította Vác városát, és csatára ingerelte a Pest környékén gyülekező magyar csapatokat. A királyi tiltás ellenére Csáknembéli ugrin kalocsai érsek csapatával üldözőbe vette a portyázó tatárokat, akik azonban egy mocsaras helyre csalták az érseket, majd katonáinak nagy részét megölték. Frigyes osztrák herceg nagyobb szerencsével járt, sikerült megfutamítania egy ellenséges csapatot. A herceg által foglyul ejtett nomádok között kunok is voltak. Ez a tény pedig nem várt események sorát indította el. A kunok 1239-ben kaptak bebocsátást a Magyar Királyságba, miután a mongolok a kalkamenti csatában szétzúzták az egyesült kun orosz haderőt. Noha ezzel a lépéssel kivívta a mongol kán haragját, IV. Béla megfontoltan cselekedett, hiszen a kunok tapasztalt katonai erőt jelentettek. Akik mongolok előtt menekültek, azok már ellenségek. És ha az, aki ellenséget fogad, az már ellenség is. De ha követekre vászoltak volna, akkor másképpen alakult volna. A betelepült, de beilleszkedésre képtelen nomádok és a magyarok között az évek folyamán elmérgesedett a viszony, a feszültség pedig éppen a közeledő veszély közepette robbant ki. Az uszító hangokra hallgatva a magyar és német fegyveresek törtek be Kötöny kunfejedelem szállására, majd kíséretével együtt felkoncolták. Fejedelmük meggyilkolásának hírére a felbőszült kunok visszafordították a pesti gyülekezőhelyre tartó csapataikat, majd az országot végigpusztítva átkeltek a Száván és Bulgáriába vonultak. És hogy mit tett Frigyes? Miután belpolitikai feszültséget gerjesztett, visszatért Ausztriába, magára hagyva a magyar királyt. Sosem tudjuk meg, mi történt volna, ha a harcedzett kun kontingens a királyi sereggel tart. Minden esetre a magyar fősereg március 20-a környékén a visszavonuló tatár előőrsöket követve megindult a Sajó folyó irányába.